Állandóvá tenné az ellenőrzést Németországgal közös határán Dánia. A dán kormányfő szerint ugyanis tarthatatlan, hogy az uniós tagállamok között útlevél nélkül szinte lekövethetetlenül mozoghat bárki. Erről a krúszai határátkelőnél beszélt. Azt gondoljuk, hogy a schengeni rendszer komoly reformokra szorul, hogy az Európai Bizottság ne szólhasson bele a határőrizetbe. Meg kell birkóznunk a menekültválság, a nemzetközi bűnözés és a megnövekedett terrorfenyegetettség okozta kihívásokkal, szögezte le Lars Løkke Rasmussen. A bejelentés minden bizonnyal egy kampányfogás, hiszen a skandináv országban júniusban tartanak parlamenti választásokat. A liberális párt vezette jobboldali kormánykoalíció pedig a felmérések alapján elveszítheti többségét. Így a miniszterelnök most előhúzta a migránskártyát, hogy megakadályozza a szociáldemokraták megerősödését.